A Dunántúli régió 5 legjobb gyermekcsapata 5 fordulón keresztül szállt medencébe, hogy eldöntsék, melyik vízilabda klub a legjobb. A legutóbbi hétvégén már az utolsó felvonást rendezték Szombathelyen a Fedett Uszoda vízilabda csarnokában. A hazai színeket az aligátorok képviselték, rajtuk kívül pedig bizonyíthattak a győri, kaposvári, székesfehérvári és pécsi pólósok. A felsőházi rájátszás lebonyolítási rendszerét tekintve valamennyi játéknapon 2-2 találkozót játszottak a főszereplők, és az utolsó állomáson dőlt el a helyezések sorsa. Az avus gyermekcsapata a Kaposvár és a Pécs ellen mérkőzött meg hazai környezetben. Az első derbit szenzációs játékkal 11 hétre nyerték meg. A győzelemben elévülhetetlen érdemeket szerzett Ekler Botond, aki 6 gólt szerzett, valamint brillírozott kapusként Valastyán Csenge is, aki a nagy szünet után csak kétszer kényszerült maga mögé nyúlni. Bár a Pécs ellen tisztes helytállásra futott a szombathelyi gyerekek erejéből, az elsődleges cél a játékosok fejlődése volt. Nekünk valójában szakmailag nem számít az eredmény. Nyilván mindig itt titokban küzdünk, hogy azért nyerjünk a meccseket, minél tömereink, mégis azért az motiválja a gyerekeket. De nem az a fölösleges ilyen fő cél, hanem az, hogy fejlődjenek egyénileg, meg csapatilag. A Dunántúli régió gyermek vízilabda bajnokságát végül a kiegyenlített teljesítménnyel kirukkoló Pécs nyerte meg, megelőzve a Fehérvár VS-ét és a Győri VL csapatait. Az avus nagy hajrát bemutatva a szezont a negyedik helyen fejezte be.